2020. szeptember 21-től hatályos törvény értelmében egységes hatóságjáron köteles az összes hazai magánszolgáltató elvégezni a PCR teszteket. Október elejéig tartott a türelmi idő, ezt követően pedig a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrizni kezdte a szolgáltatókat annak érdekében, hogy mindenki eleget tesz-e a megfelelő tájékoztatásnak, és alkalmazza-e a hatósági árat, ami egy 17 000 forintos vizsgálati és 2500 forintos mintavételi díjból áll. Országosan az összes olyan szolgáltatót, aki PCR-teszt végzését nyújtja a felhasználók, fogyasztók részére, azokat a fogyasztóvédelmi hatóság bevizsgálja és ellenőrizze. 95 vállalkozást ellenőriztek a fogyasztóvédelmi hatóság kollégái országosan, és minden negyediknél találtak valamilyen jogsértő magatartást. Ez egyébként 268 ellenőrzést jelentett országosan, és az ellenőrzés három részre oszlott, ugyanis nem csak helyszínen végeztek ellenőrzést, tehát nem csak a helyszínen nézték a hatósági árat, hanem a különböző weblapokon található ártájékoztatást is vizsgálta a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a telefonos tájékoztatást is. A tapasztalat az volt, hogy a szolgáltatók nem minden esetben tartották be a hatósági árat, és akár 30-40 ezer forintot is elkértek a tesztekért. A többletköltséget extra szolgáltatásokat adták, mint például kiszállítási díj, fülorgégészeti konzultáció a teszt mellé, esetleg hétvégi mintavétel. Ezek azonban nem voltak tételesen feltüntetve, és nem tájékoztatták előre a fogyasztókat. Jellemzően kötelezésre került sor, akár a helyszíni kötelezésre, vagy későbbi kötelezésre a hatóság részéről. Felszólította a jogsértő magatartás megszüntetésére, és összesen, egyébként, mint mondtam, együttműködőek voltak jellemzően a vállalkozások, tehát összesen országosan 230 ezer forint bírság kiszabására került sor. Budapesten, Fejér megyében és Győr-Sopron megyében, tehát összességében itt került sor bírság kiszabására. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyébként egy olyan szolgáltatót tudtak ellenőrizni a fogyasztóvédelmi hatóság kollégái, akik PCR-tesztet végeznek, és ott teljes mértékben megfelelt minden a jogszabályi előírásoknak. A szolgáltató 19.500 forintért értékesítette a PCR-tesztet, és erről megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat. A legtöbb esetben a nem megfelelő tájékoztatás és az ár részletes ismeretének elmulasztása volt a fő probléma, amit a legtöbb vállalkozás azonnal helyesbített.